Sziasztok, én Orr vagyok, és most be fogom mutatni ezt a kocsit, ami a Vapid Slam van névre hallgat, nézzük is a tuningját. És ezt az autót ugye át fogjuk alakítani Benises járgennyel, és azon belül tuningoljuk fel. Na, teljesen lakos nem nagyon van rá választható. Csak leszed azokat a szarokat, de az jól is néz ki, úgyhogy leszedik. A bukó keret. Hát nem is tudom. Legyen ez az alsó. Ez mi? A hálót lehet rakni a ablak mellé, de hát az nekem nem kell rá. A motor blokk. Azt rá dobjuk. Ez jöhet. És ugye a motor tuning. Na kipufogó. Ez hol van? Oldalt. Hú, ez milyen baszó. Hú, hát nekem ez kellett, ez rohadt jól néz ki. Na akkor a hűtőrács. Hát nem is tudom. Legyen ez még elfogadható. Azt hittem, hogy csak olyan van, amire szedi a motorháztetőt, de talán nem kellene. Hidraulika. Kell ez nekünk? Kelljen. Na, belső. A belül is a bukóperetet. És akkor már csak ennyi változik. Van benne bukókeret, meg nincs. Ezáltal ilyen krómos-szerű lesz. Meg sárga. Nagyon, ami nem nagyon látszódik szerintem. Ja nem, egybeszínez az autóval. Ó, szfasza. Hát a belseje. Maradjon fekete. Legyen ilyen szürkés ez. Jól néz ki. És a figurák. Hát dobjunk egy zombit bele. Egy kicsit komolyabb műszerfalat rak bele. És lehet kilométer per órán elnézni a cuccos, hogy változik. Vagy ez a kis retro-szerű szaszával néz ki. Mi ez az ülés beszeres, le van takarva egy bléddel. Nincs benne normális ülés, komolyan. Hát engem az alapjelzők megvedik a legjobban. Ez meg annyira sportos ezekben autóban nem való. Itt marad az alap. Na és akkor a kormány. Legyen ez a faberakás, és hogy jól néz ki. Akkor a kézifék. Vagy ez a golyó. Na ez most mit csinálna? Jaha, itt a... jobban belőle lehet látni. Legyen a Benises neonnal. Ah, és ezt be lehet színezni. Hát szerintem pirosra fogjuk beszínezni. Vagy sárgára. Legyen inkább sárga, mert az jobban látható. Na és akkor lámpa. Hát ez az autó nem tudom még egyelőre milyen lesz, szóval lámpát ezt nem rakunk le. De neont viszont igen, abban is egy kéket.
Na, Library. Hú, ez milyen jól néz ki. Mondjuk ez se rossz. Már vannak fasz a Library. Hát szerintem vagy ez lesz, vagy ez a kékes cucc. Ez jobban néz ki, ha ez kell. Akkor a rendszámtábla keret. Ugyanilyen láncos. Előre is kapott a rendszámtáblát, de csak oldalra rakja. Szóval az inkább nem kell. Na és most jön a szín. Kékkel esetleg? Azt a büdös rohadt. Kékkel milyen jól néz ki. Hát ez kék lesz az egyértelmű. A crew embléma. Jézusom, hát az a légyes majd néz ki, az nem kell rá. A spoiler. Komolyan, ez a spoiler. Hát ez mi? Akkor inkább maradjon úgy, ahogy van. Akkor váltó, turbo. Felnőtt, nem kap másikat, az marad rajta, ami most van. Ez király jól néz ki. És a gumi füstemnek legyen kék. Na és akkor megyünk egy verseny, és akkor már nézzük, hogy mit tud ez az autó. Na akkor itt is van egy verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Slam van. Korábban mentem már itt a Drift Yoshi Knight-tal, azzal egy 50,5-ös kör tudtam menni. Ezzel majd meglátjuk, hogy mit is tudunk. Ahhoz képest annyira nem kapart el, mint gondoltam. De tempóra se tűnik olyan rossznak. Így első ránézésre. Hú, de hát kanyarodni nagyon nem akar. Ja, oké, bekanyarodott, de itt láthatjátok, hogy mennyire átcsúszott a másik oldalra. Szóval a kanyarodás nem az erőssége. De már a tempó is tűnik olyan rossz. Az elején jó volt, hogy így elkezdett megindulni, de a videó után ott meg is állt. Itt is nagyon le kellett fékezni, hogy bevegye a kanyart. Hát ezt az autót egyetemben nem ajánlom versenyre. Ez nagyon nem volt jó. Külsőre oké, jól néz ki minden, de szerintem ez versenyre nagyon nem jó. Kanyarodni is addig kanyarodik, a tempó is az igazi. Még a gyorsulásra úgy, ahogy elment, de az sem volt az igazi. Ha tetszett ez a videó, akkor csapassátok el a lájkot, iratkozzatok fel, vagy kövessetek a Twitch-en. Facebook oldalam GTA Kulminatos a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok! One, two.